município é? Szívesen fogadok minden segítséget most. Hova tűnt a alapító jelvénye? Trexnek? Miért Trexnek volt alapító jelvénye? Én nem emlékszek rá. Mindjárt elveszem tőle, ha van. Ha valaki nincs feliratkozva, akkor nincsen alapító jelvénye, ugyanúgy. Ez egy faláda. Ha. Na, a legjobb pince lakód vagyok. Tudod, a lakbért fizet nem is kell nálad. Ja, plusz emeltél is az áron, te szemét. Hát de nem fizeted. Már vagy maradva 5 hónappal legalább. Ja, hogy tényleg VIP-ja volt neki, VIP-ja volt. Hát ez ilyen. Írd be, hogy mióta vagy followage. Törekszik-e? Followage? Felkiáltójel, followage. Ott is van. Trex, kérlek szépen, 1 éve és 2 hónapja követő. Szóval már 14 hónapos feliratkozásodnak kell lennie. Jó, vegy, számítsunk le 1 hónapot. Érted, 1 hónapot belőle ilyen sértődékenyes időszakra, tudom, amikor megsértelek, izé, megvan a bajod, meg faszom tudja, durcizó, akkor 13-nak. Hajnali 2, 1 éve és 5 hónapja. Várj, ez a rajtó mi van? Itt bent. Én is úgy emlékszem, hogy Trexnek régebbinek kell lennie. Lehet, hogy kikövetett és újra bekövetett a kis szemét. Érted? Benne van. Benne van. Itt volt a szekrény kulcs. Szekrény kulcs. Értem, mi van. Azon gondolkozok, hogy valahol emelet felé kéne menni, máshol nem tudunk menni. Lehet, hogy nem véletlenül voltak ott majmok. Ott elő meghaltam. Mindjárt iszak aztán, mindjárt. Úgy itt elhagytunk óriási mennyiségű dolgokat itt. Kicsi, gyere velem rózsát szedni. Hogyha nem jön az anyád. Rebikém, ez egy molotov koktél? Akkor inkább ezt hiszem. Az egy darab is jó valamire. Mindjárt iszok. Itt most teljesen elakadtunk. Elakadtunk, úgyhogy mondjuk a főbejárat elé. És azt fogom csinálni, hogy fölmegyek lifte. És onnan fogunk megindulni. Mert ugye azon a területen voltak, majdnem azt mondtam, hogy elefántok. Majmok. Úgyhogy valószínűleg arra kell menni. Te hogy van meg a harmadik tábla? Azt keressük. Azt hittem, hova kell berakni ezt. Keresem a táblát, hogy elmondjam, milyen, amikor szívem dobban. Meg ezt sem tudom, mi ez az egész szökőkút itt. Nem mondom, valószínűleg arra fog kell elmenni ott fölfelé. Ott jönnek elő ilyen izék, zsebi babák. Ennél résznél meg zavarodok, semmi baj. A lakbérből lejvizek esetleg?
Hát nem tudom, mennyi a lakbér most, 3,99? Egy hónapra? Az nem olyan sok, nem? Vagy 4,99? De mennyi? Azt is sajnálod tőle? Trexike. Két kiflit veszek belőle. Egyik a tiéd. Egyik a tiéd. Egyik ennyi, érted? Felezünk. Jó, beértünk ide, innen fogjuk mindjárt ezt folytatni. Hozok magamnak rumot, oké? Okay? Vagyis nem hozok, hanem főszippantok egyet a oromba. Egy nyírkos penészes pincért még nem is javítod. Ja, elnézést. Mindjárt jövök. Két perc. Háj! Összebolonyai szanap könyveret? Úristen! Megérkeztem. Főszippantotta majdnem egy deci rumot a agyamba, semmi gond. Most megadtam itt a löketet. Most már menni fog. Most már menni fog itt. A törtérés. Mondjuk lehet, hogy ezt inket itt hagyom. Melyik táblom meg? Akkor te is nagyon jókat kérdez, mindjárt megnézem, várj. De szerintem a sorba lehet csak fölvenni, nem? A inket inkább ott hagyom, így van. Ezt eldobjuk. Na, a egyik... Pincéném, nem. Azt hallottad volna, hogy arra járok, Trexike. Ez a... igen. A engedelmesség tábla van nálam. És a... Ezt Trexnek kéne adni, és a fegyelem táblát is. Mind a kettőt Trexnek. Fegyelem és engedelmesség. Oké, okay, akkor a hatalom van vissza. Hatalom! Ne menj el lifbelé, mert ketten nem férünk el, légy szíves. You stay here. Yeah. Come on. Yeah. Az Isten. Hú, ettől kamerát, aki készülök, esküszöm. Ha még egyszer visszafordulsz, meg úgy szájba terítlek. I'll go check over there. De már meg... Oké. Hát azt vettem föl. Akkor az mégse az. This way. Okay. Ne. Let's split up. Okay. Nem engedi a telód az előfizetést. Ajaj.
Leperegnek az utolsó könnyek. Ezt érzem most. Na, én úgy érzem a vizeletemben, hogy errefele kéne megindulnunk amúgy. Teljes mértékben ezt érzem. Aztán lehet, hogy hülyeség, amit érzek. Valamit tudom, itt te nem. Amit én, te nem, vagy nem te, vagy mi. Lehet, hogy azt, hogy nincs elég anyag a számládon, érted? Ja, hogy itt ez csak ez volt, ez most itt. Ja, értem. Jó, akkor ez semmi. Ez semmi. Olyan nincs. Egy majom, két majom, három majom, jaj! Mondom, szerintem nem véletlen, hogy arra, merre jöttünk, ott voltak majmok, és úgy ott, ahol meghaltunk, 100 évvel ezelőtt. Hol volt ez? Ez erre volt-e? Főnök adott túl melletted? Üdvözlöm őtet is. Szia főnök, hello, Trex főnök. Aha! Nem, most igen, meg vagyunk! Hát ide kell hozni ezeket a szarokat! Ja, már emlékszek a csillagvizsgáló torony. Haha! Ottan vala! Oké, most már tudom, hogy hova kell berakni ezeket. Erre is kell tovább menni? Igen, ha meg lesz a három szar. Valószínűleg. De hol a harmadik? Tehát, hogy valahol vízipisztolyozni kell, érted? Csak nem tudom, hogy hol. A harmadik az egy titkos könyv. Titkos. Szevasz, Trexik, ez jön, hello. Titkos könyv. Ezen a részen volt egy könyv, nem hiszem, hogy ott lenne még egy. Bár nem emlékszek, hogy ott mit hagytunk-e. Ez itt a probléma. Egység? Hát olyat sem találtam, egységet. Egységben az erő. Szomba. Most vagy azt csinálom, hogy annyi köcsög majomon átfutok. De nem ez semmi. Ittem be. Figyelj, hát ha ezt azt írja. Training facility, bazament B2-ben van, amik A2-n állat. Nincs is A2-m. Cicsen! Jó, és az hol az anyámban van? A pince. Melyik pince? É, vágom, hogy piros. Nagy piros. De melyik a pince?
Hogy megyek le a pincébe? Ott én elhagytam egy kés, szerintem tudom, hogy hol. Nem ez az a pince, amit mi keresünk. Ez nem az az a pince. De várja, a basement ez lesz, amit megnyit? Ez? De azok azt most jártam végig egészet. Aj! Kikészülök ettől a játéktól. Leperegnek az utolsó könnyek. Ott van le. Most megyünk a le felé, érted? Le. Itt fogunk kijönni, yes? Ha minden igaz. Igen. Oh sole mio, la festa cappuccino. Oh sole mio. A2. Kezdi sokalom. Értem én. De itt van egy lófasz, ami nem tud bemenni. Ha lélek, amit a halál láncai tartanak fogva. 6 lélek, amit a halál láncai tartanak fogva. Élesszik újjá az élet lángjait. A gyengeség szellemeivel. Le kell lőnöm a 6 szobrot, hogy ez ilyen egyszerű lesz, én mindjárt telifosom a bokám, érted? Gyújtsad meg őket. Ne szopass. Köszönöm, köszönöm, de neked is jár a tapsak, Ersza, köszönöm. Én simán lelövöldöztem volna ezeket a bogarakat amúgy. Köszi, köszi a 50 sért. Beszarok. 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 Nagyon szép. De volt olyan, hogy gyújts. Nem az volt, hogy gyűjts. 6 élek, mint a halál láncai tartanak fogva, élesztjük újra az élet lángjait. A gyengeség szellemeivel. Újra élesztem. Elaludtak. Most nem mindegy, hogy milyen sorrendben csinálom, de basszatok föl. Mert mindjárt... Fú, most már nagyon ideges vagyok. Most már nagyon fölbasztam magam. Levadál... Micsoda? Segítsé inkább szerintem. Segítsé, mert most... Nagyon jó fordból járdozni itten, csak az a baj, hogy... Érted, megy a idő. Nincs a ravasság, ami felérne az én gyors végtagjaimmal.
Igen, arra rájöttem. Na, a legelső a oroszlász. Ez mondta azt, hogy ő van a legnagyobb csúcsárat mindennek. Én vagyok a királyok királya. Egyetlen teremtmény sem menekülhet a markomból. Fix, hogy ő első fiatalember, ugye? Ez ki a faszom ez? Lábatlan csendben az áldozataim mögé lopózom, és még a legnagyobb királyokat is meghódítom a mérgembe. Aha! A kígyó megeszi a legnagyobb királyt. Akkor nem is a oroszlán a legelső, vagy mi a faszom? Kígyó. Oké, okay, kígyó. Kígyó oroszlán. Szarvaska. Emelt fővel állok a földön, szavaimat büszkén mutatva. Vagy szarvaimat? Igen. Ez ki a faszom? Ez egy kakas, ez egy ló. Nincs az a ravasság, ami felérne az én gyors végtagjaimmal. Az éles eszem teszi lehetővé, hogy levadászom a legnagyobb szarvast is. Na, szóval egyezzünk meg abból, hogy ki van a legalul. Legalul talán a szarvas van? Vagy a ló? He? Na, akár szóval valami hint. Hogyan vagyunk? Van a kígyó, oroszlán, vagy mi ez tigris, vagy mi ez oroszlán, nem tudom mi ez. A sasmadarat nem tudom, hogy melyik sorrendbe raknám bele. Emelt fővel állok a földön, szarvamért büszkén mutatva. Igen, ő emelt fővel áll és várja, hogy megöljék. Nem találom a könyvet, de megcsináltam valahogy. Oké, okay, akkor én is megpróbálom. Akkor a kígyó első. Szerintem. De ez legyőzi a oroszlánt is. Igen. Jön a oroszlány. Aztán. Ugye a ravasságával legyőzi a gyorsaságot. Ez a pöcs. Ez a gyorsaságával legyőzi a ravasságot. Igen, a sasmadár... azt tudja faszom mit csinál, nem tudom. A szarvas meg ottan ott van, hogy mindenki kinyírja őtet és csinálja belőle szarvaspörköttet, érted? Úgyhogy itt most nem tudom, itt most elakadtam. Ezeknél a részeknél. Az éles eszem teszi lehetővé, hogy levadászom a legnagyobb szarvast is. A szarvas levadásza, igen. Jó, akkor ez legyen az utolsó előtti. A szarvas a utolsó, szerintem. Szerintem. Aztán nem biztos. A szarvas az... A szarvas meg a ló az kurvára nem ragadozó, érted? Akkor legyen a farkas, madár, ló, szarvas. Madár lesz a legutolsó. Igen. Szerintem meg a szarvas. Na, mert mindjárt kiderül. Nem az meg ezt újra gyújtogatni. Hát ez előrébb van, nem? Szabadon táncolok a levegőben egy lábatlan zsákmányt tartva. Mi az, hogy lábatlan zsákmányt? A kígyót, bazdmeg! Hát ez elkapja a kígyót!
Ja, hogy kinek ki a párja, hogy a madár... Ja, értem. Már értem. Megszületett a döntés. Szóval... A madár elkapja a kígyót. A farkas... Elkapja... szarvast. És a tigris meg elkapja a lovat. Yes. Na várj, de most itt most már végig kell gyújtanom mindent, mert most már égnek ezek a szarok. Hát igen, ezt tudtam, hogy a szarvas párja a farkas, igen. De a tigris, vagy a oroszlánnak a párjának kell lenni a lónak. Igen, kígyója a madár. Jaja. De mindegy, ezt most már újra gyújtogatom. Bazd meg, milyen feladványok vannak itt, bazd meg. Bazd meg, bazd meg. Na, akkor. Jöhet a madárszki. A madár... Megeszi a kígyót. Oké? A oroszlánocska... Megzabálja a lovat. Várjál, mondjuk ez elég érdekes. Igen. És a farkasocska, szocska. Megbassza hátulul a szarvast. És így lesznek farkas szarvasok. Vagy szarvas farkasok. És ennek jónak kell lennie. Nem. Kurvára nem jó. Akkor szopjál le. Nincs az a ravasság, ami felérne az én gyors végtagjaimmal. Vagy lehet, hogy a farkas a ló, mert azt mondja, hogy a éles eszi teszi lehető a ravassága. Én vagyok a királyok királya, egyetlen teremtmény sem menekülhet a markomból. Ez ilyen Jolly Joker, hogy ez így mindenkit széjjel basz, érted? Vagy párduc, hogy mi az. A kígyót elkapja a sas. Jó, akkor cserélünk. Csere van. Szóval. A saslik megszexualizálja a kígyót. A lábatlant. Érted? A lábatlannak beteszi. És elviszi őt egy röplő körútra. Megnézi, hogy mi a helyzet. Aztán a párducoszka. Ő a királyok királya, azt mondja, és hogy mindenkit megbassz. Ő valószínűleg nem a lovat, nem a lónak rakja be, hanem a szarvasnak. Mert ő ilyen szarvasos. Szereti a szarvashúst. És akkor... Akkor... Ugye a farkasocskárok a ravassága... Hiába gyors a ló, farkas átbassza. Hogy szíjjál le, bazd meg?
Jó, valami ötlet? Vagy még ezen fölül is sorba kéne menni? Hogy a kígyó biztos párosítani kell? Mert ugye a kígyó azt mondja, hogy meg ez izé. Hogy a lábatlan csendben az áldozatot én mögé lopózom, és még a legnagyobb királyokat is meghódítom a mérgemmel. Szóval a kígyó meg akarná élni oroszlánt. De aztán jönne a sas, és elkapná a kígyót. Aha. Leddé sas, elkapnád a kígyót, te disznó. Te kis huncut. Lötyi, megyünk játszani már valamit esténként? Este? Egymáshoz játszunk valamit? Dam, tadadam. Jó, hogy már most tröm van. Ja, értem. Akkor majd játszok a tökömbe. Ez való nekem. Ez maradt. Vadász, farkas, ló, tigris, kígyó. Sas. Én vagyok a vadász, bazd meg. Téged senki nem kért fel erre attrakcióra, Trex. Mit szólsz hozzá? Na. Mámo, ráérek. Én nem ráztalak le soha. Szóval, vadász, farkas. De miért a farkassal kezdünk? Farkas. Ló. Igen. Jaj. Nem ezt akartam. Így van. Így van. Beszélgettünk erről ötjével. Ló, tigris. Tigris. Kígyó. A sorrendet nem értem amúgy. Hogy miért ez a sorrend. Akarsz a tesztot? Hát én vagyok a vadász, nem? Vagy nem? Kígyósas. Na várj, akkor a vadász a szarvas tesz, bazd meg. Akkor elbasztam. Nem á. Lötyi, ne legyél ennyire nő, légy szíves. Köszönöm. Szóval nincsen sas. Vadász, farkas, ló, tigris, kígyó. Ja, nincsen szarvas. Úgyhogy ő lesz a hunter. Úgyhogy elbasztam. Elbasztam. Akkor még egyszer. Még egy ezer. Na, még egyszer, azt lépjünk túl ezen, mert most már kikészülök idegileg. Akkor szarvas. Szóval ez van a táplálék lánc legalján. Akkor nem a fölülről kellett kezdeni, hanem a legalulról. Szóval szarvas. Farkasló. Érdekes ez a sorrend. F-
farkas. Ló. Tigris. Mert tigris azt mondja, hogy ő a király, érted? De a kígyó azért megbassza. Ja, ja, már értem! A kígyó meg tudja baszni a tigrist, de a kígyót meg a sas bassza meg. Ja, értem. Most már értem. Teljes mértékben. De akkor mégse párosítás, összekevertél, látod? Összelettem keverve, balc meg. Hol a kígyó? Kígyó. És a sas. Sas madár. Tadá! Végre. Nagyon jót haladtunk a játékba, ti is azt érzitek? 3 óra 16... Hol jöntem? Aha, két ajtó van. És most meghalnék. Ez a legszebb. Eldugod a könyvet örökre? Ne. Még lehet, hogy szükségünk lesz rá. Egy nyers fából készült író úgy tűnik, hogy a fiúkat felfeszítették. Aha! Ott van bent, bazd meg. Nagyon dekoratívnak tűnik, ott is van. Unity! Assassin's Creed Unity táblát megtaláltuk. Egy üres üveg az nem kell. Ja, végre. Én gondolom a fele játék hátra van így három stream után. Semmi baj. Itt mi van még itten, itt még itten, itt mi van még? Tarari, tarara, tiri, tata. Jöjj, hello, szia! Már azt mondtam, hogy jénapot. Jénapot! Ketten vannak. Ez baj. Itt elő kell hírni a nagypapát. Elnézést! Segítség! Ott fekszik. Fekszik! Jénak, mi ez zombi? Összejött. Megsérültem, fáj a belem. Totálisan fáj a belem itt a sérüléstől. Ez mi ez? Ez egy faláda. A belsejében különféle eszközök és szerkentjük vannak. Most mi a faszomat csinálják a faládába? He? Már itt van valami jegyzet. Olvassunk egyet? Úgyis olyan rég olvastunk. Menedzsment gyakornok naplója. Mi az, ami utána Markus igazgató állandóan kutat? És mi az a furcsa kíváncsiság a piócákkal kapcsolatban? Érdeklődés? Úgy tűnik, mint a szeretet lenne? A pletykák szerint van valami veszélyes ezekben a piócákban. Igaz, hogy amikor a Dénes megérintette az egyiket, magas lázzal lebetegedett. Ma ismét. Borzalmas nyögések zaja hallatszik az ajtón túlról. Hagyd aludni a kutyákat, semmiképp nem megyek a közelükbe. Még, ha az igazgató el is rendelte, nem akarok úgy végezni, mint Dénes. Érted? Az a szerencsétlen. Egyfolytában vakaródzik, már attól viszketni kezdtem, hogy nézem. Talán csak el kéne menni, ha tudnék, de pont. Ez Dénes eltűnt. Megyek, éhes vagyok. Segíts, anya. Nagyon jó üzenet volt ez. Köszönjük Dénesnek, hogy leírta ezt üzenetet. De hogyan verem szét azt a dobozt? Ugorjak rá, vagy mi az Isten csinálják ez a dobozza? Különféle eszközök. De nincs egy sem ráztat, vagy mi? Nyújtsam fel.
Oké. Ennyit tudtam tenni, köszönöm. Szevasztok. Az a láda itt marad. Az a láda... Nagyon fáj a belem. Most nem haltunk meg. Be kell írni ezt a részt. De azt hiszem már csak egy beíróm van. Ez nem annyira jó. Fasza, 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 fasza. Nem, 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 ennél részni meg szoktam, basz. Amúgy elbasztam, én is tovább mentem innen. Majd hogy érted, hogy tovább mentél innen? Ja, hogy még tovább mentél, és hogy nem most adtad fel a játékot még. Ebbe a szemezbe, értem? A feladás nem most történt meg. Úgyhogy úgy lesz, hogy én is fel fogom adni ott a játékot, azt mondod? Hello, hello, hello. Hol van Rebecca? Ja, ez itt áll kint a liftnél. Itt fogja a belit. A lifttel fog kellene fölmenni. Úgyhogy én most itten beírkál először is. Hát itt most óriási döntést kell hozni. Ezt eldobjuk. És a kis pisztolyt is eldobjuk. Fú, bassz meg. És beírjuk ezt a szart. Így van. Nagyon jó. Azt hiszem ez utolsó beírom, nagyon jó. Muszáj, ez egy ilyen játék, mindent el kell baszkodni a földre, érted? Nincs helyem a zsebembe. Egy tábla. Nem, az egy pisztoly. Nem, nem, ez, nem ez kell nekünk. Minek? Mi? Itt nincs láda. Kezi csókol anyád, Lajos. Ez nem azok a Resident Evil-ök, ahol még láda van. Itt föld van. Sokkal hasznosabb amúgy, mint a láda, csak mondom. Mert láda nem mindenhol van, föld meg mindenhol van, érted? Érted, hogy érted? Hol a faszom van a másik? Hello? Fölvettem mind a három tá... Ja, már ja. Ja, és akkor van még egy helyem. Aha. Nagyon szép. Addira a kis pisztoly... Nem. A kis pisztoly fér már csak el még. Mindegy, elviszem azért. Véletlenül történik valami. Mi az, hogy nincs? Hát... Nincs. Cicced. NCI... Nincs. Így van. NCIS. Ez nincs. Nincsen. Gipsz ügynök itt van. Gipsz ügynök NCIS-ből. Na, figyelj ide! Hidd le a liftet, légy szíves nekem, mert szájn terítlek. Már rég itt kellett volna lenni a liftnek. Mit csinált eddig? Az a baj, ugye ezt csak egy ember tudja használni. Szóval Rebekával meg kéne kerülnem egész történetet. Azt nem tudom, hogy csináljam ezt ott most én. Most azt. De te ne menj és elvon, légy szíves. Maradj ott. Na, a nyomógomnál. Köszönöm. Használod a liftet? Így van. Szeretném. De... Bilikével kell menni, Bilikével. Hű, most nagyon kíváncsi vagyok, mi fog történni, hogyha berakom ezt a három táblát. Nagyon sokat küzdöttünk ezért a három tábláért amúgy. Rengeteget. Konkrétan 10 órát már, 11-et. Hogy megszerezzem ezt a három táblát.
Ott is vagyok. Tehát, hogy egy életke nem lenne azért rossz. Egy életke. Ott is van. A három alapvető alapelve az Umbrella vállalatnak. Mindegy, hogy rakom be? Értedek. Ja, berakja magának, jó van. Oké. Oké, berakja. És ott is van. Ta-ta-da-da! Vidi, úristen! Remélem most egy fő ellenség, akkor lesz a pop... Nem, nem mondok ilyet. Ez majdnem úgy néz ki, mint egy fasz, nem? A csillagvizsgáló torony. Completed a training facility. Megcsináltak a training facility-t? Hát ez fantasztikus. És itt... És... Hát nem hagyom itt a sok szart. Lenné megcsinálva, azt mondod? Lötyikém. De! De nem erre akart anyátok picsáját! Elnézést. De! Ezt nem hiszem el! Hát a kurva anyátokat büdös majom getik. Látszik a feltétlen öröm a arcomon? A majmok is megcsináltak, így van. Teljesen semmi baj, még egyszer berakjuk. Érted? Ha egyszer berakjuk még egyszer. Hát easy. Mi az nekünk? Mi be tudjuk rakni többször is? Nem, erre a táskára nincs szükségünk. Még a kódot nem tudjuk. Milyen jó, hogy akkor mentettem el a játékot, mikor még nem szedtem fel ezeket a szarokat a földről, ugye? Én úgyis megcsapkodtalak volna a női beszólásod miatt. Hát így teljesen igazabb volt, miről beszélsz? Azért már ne csapkodjál meg, hogy igazabb van embernek. Na, még egyszer felvegyünk a lifte. És megpróbálunk nem rossz ajtón bemenni. Ide akartam visszajönni, hogy fölvegyem a hülye lövedékeimet, érted? Ezért akartam visszaindulni. És abban reménykedek, hogy átmegyünk egy másik helyre, ahova automatikusan fog velünk enni a csaj. És nem fog kellene neki átjönni a majmokon. Nem volt, mert nem úgy történt csókolom. Nekem azt mondtad, azt utána látom az ellenkező, akkor kinek van. Na jó, majd leírom neked pontosan még egyszer, oké? Ha abból nem értetted meg, amit leírtad neked Discordon, akkor leírom még pontosabban. Ha már itt tartunk. És akkor lehet, hogy majd nem lesznek félreértések. Élőben csináljuk? Mit csinált? De hogy cicarsz, de? Milyen cicarsz? Nem. Mit csinálsz? Mi az, hogy túlszág a kurva anyád? Túlságosan geci. Mi az, hogy túlságosan veszélyes a lift használat? Eddig nem volt az? Ilyen a cunami? Vagy mi a csöcsön? Hát kikészülök. Hát előbb felengedett. Hallod?
Mi az, hogy túl nehéz vagyok? Hát mi az, összeszartam magam? Vagy mi a... Most nem szartam két hete? Hát előbb fölmentem a lifttel, ugyanígy. Nem azt mondja, hogy túl nehéz, hanem túl... Hallott a kamera, geci? Elnézést. Álljál be abba a kurva liftbe. Te meg nyomd meg azt a gombot, mert úgy szállítanítlek téged a shotgunommal. Semmi baj, meg vagyunk. Jaj, nem mentem bele elég rendesen, jaj, értem. Aha. Nem mentem bele elég rendesen. Nem mentem tövig. Nem mentem tövig a liftbe, nem nyomtam be rendesen a arcom. Érted? És nem voltam bent teljesen, és nem érezte, hogy teljesen bent vagyok. És ezért túl veszélyesnek ítélte meg, mert hogyha teljesen bemegyek, ha teljesen becsúszok, és teljesen benne vagyok, akkor az már nem veszélyes. Ott már simán mehet a menet. Minden rendben. Szegény leves. Mit köpködsz a levessel? Na, rakjuk be még egyszer, oké? Okay? Mintha semmi se történt volna. Kezdi csókolom. Még egyszer berakjuk ezeket a szarokat. Itt följött a talajvíz is, láttátok? De előbb, amikor beraktuk, itt nagy vizeskedések voltak itt. Jó, egyiket berakjuk, fantasztikus. Ki jött a rühely, azt mondja. Vagyis a röhely, a rühely. A rühely, hogyha a rühely ki, az már baj. Ott már cigányászkok is röpülnek akkor. Nem a rühely, hanem a röhely. Azt akartam mondani. Te jól várok belé, szíves? Köszönöm. Nagyon szép. Nagyon szép. Köszönöm. Jó, ezt már láttuk. Mi akkor lelém itt az, hogy mit fogsz csinálni? Szájról fogsz olvasni esetleg? Terühely. Jó, nem ezen a ajtón megyünk ki, hanem ezen a ajtón. Hát ezen a ajtón jöttünk be, nem? Amin kimegyünk. De miért vannak itt majmok? Hát itt nem szabadna majomnak lennie. Hát de nem! Ez meg tele van, mint a déli busz. Mint a pap gecivel, bazzak, ez nem tudok elvinni semmit. Hello, Slat! Szia, hello! Hát de két ajtó van. Értitek? Két ajtó. Én ezen a ajtón jöttem be. De nem azon a hídon. Hogyan került oda egy híd? Mi a szar van? Valami jön. Ja, verebek vannak, de nem érszek. Ja, hogy elfogott a toronycki! Ó, basz meg. Jó, akkor ezt, ez a... Na, akkor elmondom, mi a probléma. Fiatalok. Elmondja, mi a probléma? Szeretnétek tudni, mi a fasz probléma van most? Az a kurva nagy probléma van, hogy a gránátvetőmtől kezdve minden ott maradt.
oké, nyomod a gyertyát. Hogy itt maradt mindenem, és a csajénál van minden. Is, mert nem fér el a zsebűbe más. Úgyhogy, ezt újra fog kellene vinni. Szóval nem fogom berakni mind a hármat egyszerre, hanem csak kettőt. És visszajövök ezekért. Habár csak ez maradt itt amúgy, de ezt nem tudom magamban. És a csajja most nem fog tudni oda menni. Azért el is tele van, érted? Ó, anyám! Hallottátok, ez volt a szúnyog nóta? Szúnyog nóta. Most költöttem. Jó, meg kell halni. Nincs mese. Kezdeget ez a lötty. Kezdeget. Alá kell vernem valamit. De abból nem lesz barátság. Most kíváncsi vagyok, hogyha elmegyek arra, amerre kell, hogy ott most mi történt a úta. Úgy itt kellett volna bemenni oficiál. Ah, most eltűnt az ajtó, vagy mi a fasz? Már ugye megfordult a pénisz méretű izé, kapu. Vagy ez itt volt ez? Jó, most meghalunk. De mindegy, úgyis meg kell halnunk, mert ez így nem jó. Egyszerre kell ide jönnünk. Ja? Beszalult. Nem fog kinyílni. Na várjál! Hogyha most itt maradok itt most Rebekával, akkor ez így rip, nem? Mert Rebeka az itt beszalult, az itt maradt. Az így most hello. És ha megmondom ennek, hogy jöjjön ide... Ja, nem tudom neki szólni innen. Legalább megnézem, hogy mi van itt. Úgy látszik, hogy nem kap áramot. Úristen. Másik oldalról van bezárva. Adnék egy belemenést. Mondja Lötyi. Szeretne belemenni valamibe. Jó, és most ilyenkor szopóka van? Jó, kell nekünk Rebeka. Kell nekünk rebus. Belemennék-e? Mibe? Mibe kell, hogy belemenjek? A belemenést azért óvatosan. Én tudom, hogy csapda a belemenés. Ezzel aztán meg 9 hónap múlva fősír valami. Hát tehát. Vagyis valaki. Elnézést. Jó, most öngyilkosok vagyunk. Öngyilkos, felélés. Mik most már nem bír meghalni, érted? Halljál már meg! Na! Mondom a taktixot! Megfogjuk azt a 3 geci táblát. Fölvisszük emeletre. Lerakjuk. Visszamegyünk a nagy pisztolyért. És aztán a Rebekához egyszerre. Szépen bemegyünk a terembe. Megcsináljuk a feladatot. És átmegyünk a új mapra. Easy. De ezt így meg kellett tudni így előre, hogy van. Érted. Zero. De a csacsi fasza helyett akár a faszát írhattad volna oda, nem? Akársza. Vagy valakinek a faszát, nem a csacsiért. Érted. Mi mindig kalapárak. No, akkor ahogy elmondtam itt a fővonulási lehetőségeket, ez lesz itt a terv.
hogy innen elviszünk mindent, amit tudunk. Nem azt akartam, de mindegy. Most ez úgy csak el. Ezt nem tudom elvinni, mert nincs a zsebemben hely. Behely! Nem ezt akartam fő anyát picsáját vizsgálgass, hülye. Eldob. Jó. Ezt fölveszök. Így. Olyan taktikát nyomok, beszarsz. Fölveszük. Én nem kérek semmiféle banánt, köszönöm szépen. Nekem van banánom, én azt tudom gyújtani. Visszafelé csak én barackot kérek. De nem nektarint, hanem ilyen őszi barackot. Érted? Őszi barack legyen, jó? Mivel ősz van. Csajé, hívd már a liftet, légy szíves. Megérkezett a megérkezett. Nem, te itt maradó még. Itt maradó, sehova nem mész. Jó, most tövig nyomom. Tövig benyomtam. Mehet a lift. Oké. Very sexy, very big. Very sexy, very big. Na, ide, most ide szépen lepakolok mindent. Érted, mert én ilyen lepakoló nem ide. Oda lehova kell. Oda berakom mind a... Kettő cuccot fogunk berakni, a harmadikat nem rakjunk még be. Avasodni a matracra. Megy szellőztetni a barackját. Ez ezt jelentette. Hello, hello, szia. Egy. Na. Kettő. Jó, a harmadikat azt meghagyjuk még. Jó, azt ide eldobjuk. Yes. Ezt is eldobjuk. Yes. Jó, visszamegyünk. A Rebi babáért is. Az jön velünk, hogy véletlenül össze ne pusztuljon valahol. Szellőztetném már, azt mondja. Hát figyelj, nem kell sok mindent tenni, érted? Leveszed a bugyikát, mindent. Ketté dobod a lába, és szellőzik az. Érted? Átjárja a szellő, még lehet, hogy meg is csikizik picit. Csigiri-migiri. Csikizi-migiri. Szevasz noise, szia, hello! Pont jókor lötté. Szóval pont jókor jöttél, mikor Letti már elment. Vagyis most megy el, éppen. A elmenési fázisban van. Most fog elmenni. Twitch korra? Az mi a faszom az? Légy szíves, nem mozogját, nem mozog túl magad? Köszönöm. Jó. Szólunk a Briginek, vagy hogy hívják? Rebecca. Nem tudom, hogy lett... Már nem tudom beszélni. Semmi baj. Liftet használom. Került téged a löty? Mit csináltál löttye? Azt a noise kedvéért, mi maradt 10 percet. Noise! Jó, itten úgy érzem, hogy itt már valami szakmai titkok vannak, amiről még nem tudok. Ezt nem bírom elviselni. Hát ilyen kon, amin streamerek vannak. Ja, hát de én nem vagyok az. Érted? A igazi nagyokkal együtt tudnál mutatkozni? Hűha. Akkor már veszem is a röpjegyet. Hova kell vennem?
Így van, Noise-zal is lehetne mutatkozni, hogyha például ő venne a Twitch coin-ra. De én nem ismerek senkit. Érted? Egyedülileg azt a izét ismerem, azt a vörös hajú lánkát, azt sem tudom, mi a neve. Fox, vagy... Vagy... Érted? Ne csináld már, Zoli, hát lett is partner. Igen? Majd most mire érted azt, hogy partner? Susan? Jaj, hogy a Twitch partnerek a menők a konon? Jaj, értem! Ja, hát akkor én nem lennék az. Hogy a faszomba érted? Szia, hello, hogy hírek itt a Twitch-on? Mit csinálsz minden? Hát... Vagyunk itt egy pár. Ja, hogy engem visztek? Ja? Köszönöm szépen a lehetőséget! Szerintem otthon rumozok inkább. Amurantra gondoltam, igen. Amurantra. Egyszer a legjobbkor csatlakoztam be a streamére annak a csajnak. Elment szarni és azt is videózta. Imádtam. Imádtam. Azért szerettem. Szevasz Norbi, hello, szia! Na kezd meg ide, de tényleg! Volt olyan, hogy egyszer így éjszaka, nem tudom, demologiztesztünk vagy valami, és akkor aztán így csak beszélgetés volt, és így néztük a Twitch streamereket, hogy kik vannak, és így a Amuratnál voltak, vagy 8000-en, és nem tudom, éppen sminkelt valamit bikinibe, vagy tudja a faszom ezt, csak rájött a szarásra, és elment szarni, érted? Nos, ott hagyta a fürdőszobába a kamerát, nos egy, nem tudom, 10-15 percig bent volt a WC-n. És azt nézte 8000 ember, hogy bent van a WC-n, érted? És jöttek a hangok onnan, azok gondolok, hogy nyögött, hogy beszarsz. Rendes nyögés hangot nyomott, érted? Oda néz, hogy pörögni? Hopp, csip, csibirip, pip-pop, hopp, pázsámó, hopp, pazd meg annak, hogy... Egy igazi mulatos lázó vagyok én most. Mind a ketten fogják a belüket, semmi baj. Mindent fölvettem minden? Jó, mindent fölvettem szerintem. Úgyhogy mehetünk neki most itt. Most ugye hosszabbító úton kell mennünk. Gyere velem, légy szíves, Rebecca, mert úgy szájnterítek, hogy beszarsz. Gyere már. Nyolcezerre hallgatják, ahogy egy erős sikarás után vakarja a faján szóldal, megértünk a pusztulásra. Hát mégis! Mégis látod. Szeretik azt. Én is ott voltam. Noise elővette a pipáját. Nézd meg. Mutogassa a faszát, hogy mekkora. A pipás. Minden vártok, mindjárt előveszem én is. Megmutassa mekkora pipám van. He? Le is szíjassátok! Valaki kopog már megint, bazd meg. Vagyis nem kopog, hanem kalapál. Ja, hogy lila! Hát sokat verted. Sokat verted a pipát, és belidult, érted? Jó, most egyedül megyek, rendbe. Oké, ezt most berakom. Igen. Így van, egy üzenet van a vezérlőpanelre vésve. Nem így szeretném berakni, hanem így. Így akarom berakni, nagyon szép. Nagyon szép berakás, hol történt most? Úristesz. És itt van velem Rebecca is! Hát ez fenomenális, ketten nézve. Letti, neked hol a pipád? Letti elrejtette a pipáját előlem. De én is elrejtettem Letti előle a pipámat. Mondtam én, hogy fasztorolj, én ugyanezt mondtam, Noise, látod? Én teljes mértékben egyetértek veled. Én ugyanezt mondtam elő. Hogy ez úgy néz ki, mint egy fütykös. Rebecca, gyere velem, légy szíves? Roger. Roger. Na, most be kéne jutni. Valaki nagy átalakításokban van mindig.
Mindig azt mondom, hogy kopognak, bazd meg. Nem kopognak, hanem valamit kalapálnak. Fakopáns viszik. Jó, én itt maradok a ajtónál, Rebekám. Te maradj itt és nyisd ki, jó? Figyelj ide! De... bazd meg. Erre állsz-e? Így-e? Nagyon jó. Mondom, álljára itt! I go alone. Megértetted? Tudsz angolul? Oké. Okay. Mi az, hogy zárva van? Azért ebben állja azon a szaron rajta rendesen. Szálljon velek. Na. Há, kalapálnak, fúrnak, még nem tudom. De már 2-3 órája fúrás hallok meg kalapálás. Ja, az élő koncerten szopta le magát? Íj! Inomino Páters! Mostantól te lehetsz a Susters. Van itt egy oltár. Az isteni aurája ellenére valami bajjóslatú érzés fog el. Aha. Nagyon-nagyon jó pénteki programok vannak itt erre. Kalapálás, fúrás. Itt valami óriási csúszómászó hangot hallok, és kér egy beíró, hogy ezt ne kelljen még egyszer újra csinálni ezt a részt, értetek, hogy van ez. Jó lenne egy írógép esetleg. Azt, ami és a kívánság, ami teljesüljenek, ez egy csókolom. Ott is van. És nagyon sok töltény van itt, ez baj. Ezt a tárgyat nem tudjuk. Töltény van, de élet nincs. Nem tudom, melyik a jobb. Stream után zendítsem rá te is. Vagy zendíts rá te is. Micsodát? Szopjam le magam, vagy mire gondolsz? Ja, a fúrást? Vagy a kúrást? Ja, érte? Eljutott. Meg vagyok. Beírom a dolgokat. Vagy várjatok. Először betöltöttem itt. Három ink. Nagyon jók vagyunk. Eldobom. Lett furva, vagy kurva, vagy turva, vagy szurva, vagy... Vagy murva, vagy... furka, vagy gyurka, vagy hurka. Melyik? Nem is mondtam kurvát. Soti lőszar? Soti? Úgy. Ez baj? Ezeket itt fog kelleni hagynom. Eldobjuk. Hogy kell kitározni? Lehet kitározni valahogy? Vagy sehogy nem lehet kitározni. Szerintem nem lehet kitározni, mi? Nem kitárúkozni, hanem kitározni, érted? Jó, inkelünk. Csajnak nem lehet tovább adni, de majd mindjárt beimitálom, érted? Még kint maradt csó. Be tud érni amúgy? Vagy ez ilyenkor bezáródik? Ja, ez akkor bezáródik. Úgyhogy ide csak én mehetek be. Nem tudom odaadni, mert ez tele van, mint a pap gecivel, érted? Annyi mindenem van. Úgyhogy ez itt nem fér el sehogy se. Úgyhogy ez itt tele van a lájzó. Hogy ne kitára? Hogy tudná engem kitározni? Légy szíves, meséld el nekem, és kerek mondatokba írd le itt streambe, egyenes adásba. Hogy hogyan tároznál ki te engemet? Veszőkkel minden, tudod, egy rendes ilyen kerek mondatokban szépen megfogalmazva. Használj legalább 1000 szót, köszönöm. Hogy fölevesztek erre a munkára, vagy esetleg... Na, Alexovics is kíváncsi erre. Noise már pattintotta a popcornt, úgyhogy Letti, térd a színpad. Kezdheted előadást. De először mondd el, hogy ki vagy és honnan jöttél, és hogy mit fogsz előadni, légy szíves.
Na, mit akartam most érintem felvenni? Semmit, ugye megvagyunk. Ja, beírni. Beírni, azt hiszem azt, hogy nem írtam, csináltuk meg. Van itt egy írógép, mert hogy a faszomban-e menteni vállást? Oh. Nincs adat, de most már lesz. Löty szerintem már írja, hogy hogyan tároz neki. Mondd, és le fogja írni, megnyomja a röbetűt a billentyűzeten, és rögtön Reload van. Reload, érted? Arr, arr. Megnyomom az R-pedűt a testedem. There is no. Na, beírtuk ezt a dolgot, nagyon jó. Valahogy úgy kell kezdeni, hogy sziasztok, Noise vagyok, 25 múltam, 5 éve képtelen vagyok. Kielégíteni saját magam, ezért kiadom bérbe ezt a feladatot. Az igen. Úristen, egy denevér! Az baj. Nem szeretem a repülő lényeket itt ebben a játékban, mert nem tudom eltalálni soha. Faszomat. Mi milyen jó, hogy beírtuk ezt a videójátékot most? Semmi baj. Hát ez a... Elnézést, segítség! Engedje! Te mocsok. Hát de... Ott a sav. Savasodj meg. Nagyon szép. De ezzel kurvával nem lehet célozni! Kis denevérek, takarodjatok el. Ne! Meg fogok halni! Mondom. Report, ez egyik. Ne! Aha, Letti vagyok Pestről, így kezdődik a monoló, kezdi csókolom, sziasztok! Akik nem lássák a csetet, az... ez van. Szóval, Letti Pestről érkezett. Elődöntős Letti, szia, hello, üdvözöllek Pestről. Mesterség, mi a mesterséget címere, Letyikém? És Pestről, Letti, elnézést. Hello. Kétértelmű kexualitás, akkor mondom, mi van? Hát, a már bedugott tárat megfogod, meghúzod, amíg ki nem jön, aztán újra töltöd és visszadugod. Szívesen. És mindenki fogja a fejét. A férfiak. És miért akarod, hogy beléd tározzak? Nem erről volt szó, hogy beléd dőljem a tárom, hanem hogy tudsz kitárazni. Érted? Te összekeverted a szezont a faszommal. Elnézést kívánok. Közben meghaltam. Hát nem csak úgy lehet kitározni. Ez csak egyik... ezért nem kapsz 4 igent, amúgy. Csak így mondom. Ha rendesen kitározó, akkor még lehet, hogy össze tudok szedni még 2 igent, hogy tovább jussák a következő fordulóra. Ha ez így megfelel. Azok a csajnál van összes kis pisztolylőszer, nem tudom, hogy oldjam ezt most meg.